Különleges ételeket kóstolhattak az újfehértói fürtös fesztiválra látogatók. A pénteki koncerteket követően szombaton főzőversenyt is rendeztek a városban, melyre nem csak helyi csapatok neveztek. 12 csapat nevezett a főzőverseny, és nagy öröm számomra, hogy a külföldi testvértelepülésekről is eljöttek és főznek is nekünk. Ugye a lengyelországi Zsaruf testvérvárosunk, illetve a páciumi kiskereki is főznek a versenyen. Mindenféle földi jó lesz itt a nap folyamán, de fontosnak tartottuk azt, hogy minden csapat készüljön valami meggyes ételrel is. Van, aki leves formájában, van, aki sütemény formájában, de minden csapattól kértük azt, hogy valami meggyes finomság is legyen. Hogy itt körbe mentem, láttam babgulyás, lambucot, vadat készítenek, halászlevet, tehát mindenféle földi jó. És ami kuriózum, hogy ökölsütéssel és malacsütéssel is készültünk. Az ítészek gasztró, retro és fürtös kategóriákban zsűrizték a finomságokat. Ez utóbbiban az alapanyagok között az újfehértói megynek is szerepelnie kellett. A helyi Szent István gimnázium csapatának desszertkínálata is az uniós oltalom alatt álló gyümölcsre épült, emellett főételük is megyborral készült. Már reggeltől itt vagyunk, összpörköltet csinálunk, nagyra a kereslet, és kb. 20-25-en. A hagyományos magyar ételeken kívül tradicionális lengyel ételeket is kóstolhattak a látogatók. A Zsarovból érkezett vendégek számos ételkülönlegességet hoztak az újfehértói versenyre. Przygotowaliśmy bigos, przygotowaliśmy zupę gulaszową, gulasz. Bigosszal készültünk, ez nagyon hasonlít a székely káposztára. Különlegessége, hogy több napig élleljük ezt az ételt. Gulyásleves, csülök is készült, és lengyel zsír is található nálunk, amiben zöldségek, hús és fűszerek találhatóak, azt uborkával, kenyérekembe szoktuk fogyasztani. Ezek mellett házi készítésű meggyes tésztánk is van. Az ízek kavalkádján kívül szombaton fúvós és mazsorett találkozót is tartottak a fesztiválon. Két nap alatt több mint 10 000 látogatót regisztráltak az eseményen.